Na, itt az ideje, hogy elhagyjam a lakást, ha megvan a lakás kulcsa, mert mi van, ma hétfő van. Holnap után menni kell kontrollra, de valaki becsengetett, most olyan 10 óra körül szerintem a postásról, csak mire kiértem ide a kaputelefonhoz, addigra már nem csengetett. Úgy szokott, hogy becsenget, ha jön valami. Ezt akkor menjek van leérte, de hát most nem tudok lemenni érte, úgyhogy ilyenkor benhagyja a postaládába, de szerintem van nekem valami, amit ki lehet csomagolni. Na most kiderül, majd csinálok egy ilyen gyorsított felvételt még. Még leérek a harmadikról meg fel. Lassuk. Van megint igazam volt. Valami be van dobva, de nem biztos, hogy ez postai cucc. Beraktam a kulcsot a telefon mellé, ügyes vagyok. Ó, jó, tudtam én. Unboxing, mi van még itt? Ez egy flyer analizátor, ballagók estéje. Azt érdekli. China Post may be opened. Ha szaladjunk fel, azt meglátjuk. Amúgy most ilyen egetrengető dolgot nem kell várni, ugyanis az utóbbi időben ilyen apróságokat vásárolgattam, hogy popfilter, abból kettőt, mert amit először rendeltem, az nem jött meg, aztán ehhez a fejhallgatóhoz, amit itt használok az asztalnál, ehhez rendeltem egy hosszabbítót, egy ilyen másfél vagy 2 méteres hosszabbítót, már nem tudom, mert na, kényelmetlen, egy kicsit hátra akarok dőlni, éjszaka már, hogyha hallgatok zenét, akármit, akkor nincs elég hossza neki, meg ehelyett is, ugye ez csak másfél méteres, meg zenei felvételeknél is kell a fejhallgató hosszabbító, úgyhogy tehát, hogy rendesen átérjünk az egyik szobából a másikba. Tehát, jó, meg ilyen splittert vettem, tudod, ami a jacket elosztja. Ilyen jack elosztó. Na, majd mindjárt meglátjátok. Unboxing szembe szemszögből, ilyen még nem volt. De a múltkor beellőttem ide a kamerát, jó, azt nem tudom, mi van benne. Keménynek tűnik. Kemény szögletes, ez a vége pedig ilyen kerek, íves. Mit rendeltem én, ami ilyesmi? Nincs ráírva. Description of contents, jó van, kritz-kratz. Billentyű már remélhetőleg megszárt. Tegnap mit csináljak, mondom, beleöntöttem a vizet. Hajszárító nincs, mert minek. Tehát ez a 300 hajhoz. Van ez a fürdőszobai hőlékfúvó, és akkor fogtam, kikapcsoltam a melegítőfokozatot, csak azt, hogy a levegőt fújja, így ráfektettem. Szóval akkor levettem róla, vagy 15 perc múlva, tiszta por volt az egész. Telefújt a porral, úgyhogy hát, hogy ennek már nem lesz értelme, ennek a billentyűzetnek. Na, oké. Small pocket buyer, ha tényleg nem tudom, mit rendeltem, mert
elfelejtettem. De nyissuk ki a csomagot, és rögzest megtudjuk. Nem emlékszem ilyenekre, hogy... Ja, popfilter lesz benne, popfilter lesz benne, aha. Végre már. Az egyik árustól meg is jött a popfilter. Verjen bele a Jancsin. Az egyikre vártam egy hónapot, nem jött meg. Írtam az eladónak, hogy nem jött meg. Jó van, akkor visszaküldi az árát. Na, hát ez már mégsem nylon harisnya. Akkor ugye még a kamerával zoomolni nem lehet, azért inkább mutatom. Gooseneck, azaz libanyak, ugye megfelelő pozícióba állítható, és ugye ilyen gumitappancsos felfogató, amivel bármilyen mikrofonálványra ezt fel lehet rakni, és akkor szuper áll a popfilter. Dupla rétegű. Na. És már csak nem izé, mert az már a világ csúfja volt, tudod. Csináljuk a felvételeket, meg néha tudod fényképet a Facebookra, meg minden, és akkor izére van ráhúzva a dobnak, egy tízes felső tamnak a káváját leszettük, arra húztuk nylon harisnyát, azt akkor azon keresztül lett felvéve. Hát az hogy néz ki? Ah. Most már akkor a stúdióhoz megvan a popfilterünk, örüljünk neki. Akkor ez az unboxing ennyi volt. Na, megnézem, hogy melyik gyártótól jött ez. Rá van írva Zhanglei. Meg kettőtől is rendeltem. Ahol mikor az elsőt nem kaptam, megmondom, akkor biztonság kedvéért rendelek ettől is egyet, meg attól is egyet, ez valamelyik csak megérkezik. Nem tudom, postások lenyúlják, vagy nem tudom miért, de... Na. Hát ez a popfilter, ugye, ami Magyarországon ilyen 5000 forintnál kezdődik, 5-6000 forint, de vannak drágábbak is. Ez az eBay-en körülbelül 1200 forint. Csak azért, hogy legyen róla valami fogalmatok. Igaz, hogy a GoPro nem tud közelre fókuszálni, azért amennyire lehet, megpróbálom közelről megmutatni. Tehát, hogy ilyen minőség ez a tappancs. Ez rendes fém. Ez a libanyak. És a műanyag keret, az pedig masszív és benne fém. Tehát gyönyörűen lekerekítve, ugye élek, nincsenek sorjár, hanem tényleg olyan fasza. Ja, és szerelhető. Ugye, hogyha valakinek esetleg kiszakadna, vagy elkoszolódna a sejem, vagy a harisnya, akkor szépen ugye az alján itt van kettő darab csavar, ez a keret megbontható, és akkor gondolom, hogy a szövet, a harisnya szövet, az cserélhető rajta. A belső kereten. És pikpak. Mert ugye idővel tele megy nyállal, és megbüdösödik, ezért ezt időnként nem árt tisztítani. De az a baj, hogyha veszel kettőt, mert mire elhasználódik, addigra szerintem nyugodtan ki lehet kukázni. Bár én ismerek olyat, aki kezdetektől használja popfilterét, még egyszer se cserélte ki. Hát mondjuk a saját szagát biztos jobban bírja, a saját szájszagát. Na, de a lényeg, hogy most már van. Így örvendezzünk neki. Hát ez ennyi volt, ez az unboxing, meg volt a teszt, lebírok menni a harmadik emeletről. Szerintem most már, hát holnapig még elég lesz a kaja, amit shoppingolt nekem a tesom. Meg főztem annyi tésztát. Itt volt egy csomag
tudod, ez a bolonyai alappor, meg a milánói alappor, meg volt hozzá még, hát majdnem, hogy 30 dek a hús, nem mondom, azt ketté osztom azt a húst, és akkor megfőzöm külön-külön. Úgyhogy tegnap délután megfőztem egy bolonyait, megfőztem egy milánait, persze én meg szoktam hozzá fűszerezni kis oregano fokhagyma, meg pici show, meg tettem hozzá egy ilyen paradicsom konzervet még, hogy melyik paradicsomosabb legyen, sűrített paradicsomot. Akkor kifőztem hozzá ilyen könyökcső tésztát, egy egész csomaggal egy fél kilót, hát mondom, mennyi lehet az, hogy mennyi egy adag, vagy mennyi két adag? Ó, mondom, fogom, faszom, itt te méricskél, hát úgy is kell a tészta. Imádom a tésztát zabálni, úgyhogy vettem egy nagy fincsát, ami kb. Úgy, ma éppen úgy befért a mikróba, televágtam tésztával, azt megfőztem az egészet. Úgyhogy annyi lett, hogy ezt a két kocka, azt a két másfél literes dobozt, azt teleraktam tésztával, egyik felét lefagyasztottam, másik felét ma fogom megenni, meg izével, egyikben milánói mártás, a másikban bolonyai, ahogy elterveztem, úgyhogy szépen gyönyörűen megfér ott a fagyóba, és kurva sok fér abba a másfél literesbe. Hát, ha azt a másfél litert, azt telerakott pörkölt el, az a sok-sok étkezésre elég. Na, úgyhogy meg még hideg kajám is van, a süthető zsemle, ugye, ami elősütött. Ezt meg szeretem, azt mindig kisütöm akkor, amikor enni akarok, és akkor mindig van friss. Kicsit drágább, mint a hagyományos zsemle, de nájlon beláll napokig is. Ha éppen nem eszem meg, akkor nem kell kidobni. Na, jó van. Úgyhogy, ha elfogy a kaja, addigra már szerintem szerda lesz, mikor mennem kell a kontrollra, és ha már kontrollra el tudok menni, akkor saját lábon, akkor már szerintem bevásárolni is tudok. Jó, persze a spárig se fogok elbicegni a sarkamon, hanem azt fogom csinálni, hogy biciklire fel, elgurulok a spárig, ott lecsukom a biciklit, tehát na. Mert hiába van bármilyen közel azért, ha lehet, akkor guruljunk, nem? De. Na, jó van. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!